Zsával áll be utoljára. Start, elindult a Kisfaludy Társaság Handicap, jól kik az egész meccsen, talán Cassiopeia kap egy picit nehezebben lábra. Aptitude és Ice Princess kettőse viszont nagyon erősen kezdett és vezetnek. Mögöttük egyelőre Apache Girl színét tűnnek fel ott a harmadik hely környékén. Jó van versenyben Jet Set Jones és Sarkalába, aztán Glenda, Love Story, Gypsy Dream a sorrend Cassiopeiai átadhatóan a sor végén, amikor 1000 méter van még hátra a futamból, és Ice Princess vette át most már a vezetést. Ice Princess mögött ott van Jet Set Jones, tehát a két favorit az első két helyen osztozik jelenleg. Legalábbis mögöttük fej-fej mellett jön Sarkaláb és a falon Aptitude, ötödik helyen Glenda, hatodikként pedig Love Story versenyez, majd jön Apache Girl, Cassiopeia és a Gypsy Dream-et légen láttuk, lehet, hogy kell neki ez a verseny, mert visszacsúszik az utolsó helyre és némiképp kezd lemaradozni. Ice Princess vezetésével jön majd a mezőny vélhetően az utolsó 500 méterre. Ice Princess mellett már lovagolni kell Jet Set Jones, a falon Aptitude-el is ez a helyzet. Jól jön Glenda, Apache Girl, Sarkaláb sincsenek egyelőre messze, az egyenesre fordulva Ice Princess még mindig vezeti Jaroslav Linekkel, Ice Princess, Jet Set Jones, Aptitude, Glenda a sorrend, kívülről Love Story-val próbálnak elindulni, Cassiopeia is talán felállhat majd még a dobogóra, megnyitja a szokásos hajrát, úgy tűnik azonban, hogy Ice Princess két második helyezését követően most már győzni fog a falon, Love Story bontakozik ki nagy lendülettel, ővé lett a majd az egyik helyezés, a másik pedig Cassiopeiai, Ice Princess a végén kezd fáradni, előnye folyamatosan olvad, jön Love Story rá és jön Cassiopeia, Ice Princess még vezet, Ice Princess, ha nem is könnyen, de megnyeri azért a versenyt a végén, kicsit kiengedve mögötte Love Story, és Cassiopeia küzdött a második helyért. Ice Princess azért nagyon elfáradt a végére. Igen, azt a Linek is talán érezte, hogy meg lesz ez, de azért eléggé megolvadt ez az előny. De hát megvan a győzelem, ez a lényeg nyilván számára. És ugye Cassiopeia Love Story kettős, hogy milyen sorrendben aztán a lassításból Cassiopeia látjuk. Ugyanúgy jött, mint a múltkor, igen. És tartok tőle, nem tudom, én Love Story-t tippelném másodiknak. Figyelem, befutási sorrend, ötös a második helyre célfotó, ismétlem, ötös a második helyre célfotó. Ugye ott is nagyon a végén jött Cassiopeia, és végül nem tudta megelőzni akkor se Glendát, sem pedig Aptitude-ot. Linek kézzel lovagolja, Ice Princess itt még vezet 5-6 hosszal. Jön a falon Love Story, kívül Cassiopeia, itt azért úgy tűnt, hogy nem lesz gond, Linek itt hátra néz. Szerintem azért érezte, nem, hogy ebből meg lesz a győzelem. Na nézzük azt az ezüst érmet. Hát jobban lendült előre, tehát az előre lendülésben Love Story volt, de kérdés, hogy ez ére második helyes. Igen,